szigetelik, nyílászárókat és új tetőt is kap ez az épület új fehér tón. A szociális szolgáltató központot kívül belül felújítják. A fejlesztés közel 100 millió forintba kerül, melyre az önkormányzat nyert uniós támogatást. Az önkormányzat négy top pályázatot nyújtott be az elmúlt években, amelyekből nagy örömünkre három nyertes lett, és ebből az egyik ez a beruházás, amelynek keretében a délnyeségi kistérségi társulás által üzemeltetett, de önkormányzati tulajdonban lévő szociális épületünket, szociális feladatokat ellátó épületünket tudjuk megújítani, amelyben elsősorban az idősek nappali gondozása folyik. Hát az épet már több mint 50 éves volt, hogy ideje volt egy kis energetikai felújításon essen át. Ez történik most a, ezekben a hetekben, hónapokban bízunk benne, hogy hamarosan kész lesz, hisz az, örege, az idősek már nagyon várják, hogy visszatérhessenek a régió megszokott helyükre. A felújított épület akadálymentes lesz. Költséghatékony fenntartásához napelemes rendszert telepítenek, emellett parkosítanak is. Ezzel párhuzamosan épül a város eddigi legnagyobb játszótere, a négyes főút közelében lévő önkormányzati területen közel 40 millió forintos uniós forrásból építkeznek. Szintén uh, uniós forrásból a, a élhető település projekt keretében egy játszótér építünk. Nekem nagyon fontos az idősek mellett a gyerekeknek a, a jó jóléte is, és az, hogy a gyerekeink is jól érezzék magukat a városban, hisz ővék a jövő. És ugye 2019-ben még egyetlen egy játszótér sem volt a városban, mostanra ez már az ötödik játszótér lesz, és ezek, ebből az ötből ez lesz a legnagyobb, ez egy közel 40 millió forintos forrásból fog megvalósulni. Én úgy gondolom, hogy nem csak új hanem a környéken élő gyerekek is ide fognak majd jönni, hisz olyan játékelemek lesznek benne, amik, amik a a térkő burkolatú járda másfél méter szélesen halad majd körbe a játszótéren, a területet pedig kerítéssel is körül határolják. A tervek szerint négy tornyú várat, toronyházat, hajót, többfajta hintát, forgót is elhelyeznek az új játszótéren.